Ez csak a sztoriban van, hogy nem iszom, a valóságban közben attól még ihatok. Ott nem fogok belújni, mert most itt előtte bebesölődzünk, nem? Ebbe fogjuk kikötni a bort, nem isszuk meg, nem azért vagyunk itt. Basszus, tök jó, hogy ennyien vagyunk. Eddig láthatatlanban ez a legjobb óra, így A mai estén néhány szőlőfajtát fogunk megbeszélni. Feri, nagyon jó, hogy most vagy itt. Ez a néhány szőlőfajta, amiről mindenkinek első körben kell tudni. Szóvigyomlan most egy nagyon divatos fajta. Ez fogja váltani az Irsa Joli bért a népszerűségi listák élén. Nevegőzve. De közben nem kell szagolgatni. És utána megjelenik. Mint ha valami természetfölötti maga alá csinált volna olyan. Ez ilyen zöld dolgokra emlékeztető. Frissen nyílt füvet szokták általában emlegetni, a csalán, ilyen éretlen gyümölcs, savanyú, jellegzetes illatjegye a macska pisi. Az egyszerű, könnyen érthető borokra van a legnagyobb igény. Vannak ilyen nehezen érthető borok? Vannak, igen, a Rajnai Rizlingünk, az például olyan, mint a színházban, és vannak nehezebben érthető darabok. Ez már a következő, nem? És be lehet önteni az előző. Csak a kampány felettnek köntök többet. Ez már a következő, igen. Kár pörgetni, és utána beledugni az orrodat, mutatom így. Most meg kell szagolni az fortetőt. És ott van a sárkány pisi szag. Kicsit illatosabb. Ez lehet, hogy egy lány sárkánynak a pisi, az előző meg egy fiú pisi volt. Pörgetni a pohárban, levegőzni, kicsit hagyni, fölmelegedjen. Amit róla viszont általában el lehet mondani, ilyen jellegzetes illatjainak, hogy honnan ismersz fel egy sárkányt. Töldalma, citrusok, ez ilyen alap semleges fehér bor illat. Üdös, kicsit van üdös, kicsit van üdös. A legismertebbek azok a bordói. Széleskörű történelmi tévedés, hogy az olasz Rieslinget olasz Rieslingnek nevezte el. Akkor mi? Francia. Német. Nem, valahol Közép-Európában alakult. Magyar. Ezzel kapcsolatban az ilyen idegborzoló szörnyűség, ami némelyeket visszariaszt a Rieslingtől. Ha hagyjuk fejlődni a palackban, akkor petróleum szaga lesz. Ja, kicsit ilyen fáradt olaj. Iskolai órán életemben először nem tetszik, hogy szünet lesz, mert most nem fogunk inni, hanem meg kell venni a szünet végét, és csak utána. Számított, hogy a Rieslingnek mik a jellemzői, de ez még ezt nem fejlesztették ki. Akkor ez minek minősül? Rieslingnek. De nem csinálja azt, mint egy Riesling. Igen, és azt éreztem. Akkor elnézőek lehetünk vele, mert még fiatal, igen. Még ennek még adni kell egy esélyt. Ezt nem lehet így ezzel megítélni, amit most tehetsz belőle. Én tudtam. Hát azért ültem mellé. Vörös lesz. Felkészülünk egy jó kis vörösre. A szárazra vöröset mindenkor. Mert az egyik legelegánsabb szőlőfajta tényleg, és nagyon szép komoly borokat is tud adni. A Pinónál ez elég gyakori, hogy nagyon ilyen kis vékony színe van. Vékony színe. Igen, így hívjuk, amikor egy vörös borójel szép, mély, vörös testes, átláthatatlan. Hallottam egy olyan történetet, hogy találtak ilyen ókori borokat, amit a görögök 2000 évvel ezelőtt raktak el, és valahogy így megmaradt. És állítólag akkor még ilyen más szőlőfajták voltak, amitől más hatása is voltak talán a boroknak, mint ami ma van, nem tudom, hogy erről hallottál, hogy ilyen halucinogén borok ezek állítólag, de hogy ilyet találtak, és állítólag még ma is az iható, hogy ez igaz? Tehát van-e, hogy 2000 éves bor, és na, tök jó! Ezt ilyen szakrális célokra alkalmazták a részegséget, mert hogy...